Sokan azt szokták kérdezni, hogy miért probléma az, hogyha Miskolcon felépül egy roma kultúrközpont. Elsősorban azért probléma, mert a roma kultúrközpont, amellett egy 1700 millió forintba kerül, nem arra a problémára ad megoldást, ami Miskolcon jelenleg létezik. Tehát nem a cigánykérdést oldja meg. Szeretném jelezni, és sokszor elmondtuk, hogy a Jobbiknak nem a roma kultúrával van probléma, nem a cigányzenével és a cigány képzőművészettel, hanem a romák egy növekvő táborának a kultúrálatlanságával van problémánk. Erre a kérdésre pedig nem a roma kultúrkincsek bemutatása jelent megoldást, hanem például a rendteremtés, például a munkahelyteremtés. 1700 millió forintból ezt is meg lehetne valósítani, nem feltétlenül a roma kultúrközpontot, de ha már mindenképpen kultúrára akarjuk költeni ezt a pénzt, akkor én azt javaslom, hogy hozzunk létre magyar kultúrközpontot, hiszen a cigány emberek is mindig azt szokták hangoztatni, hogy ők elsősorban magyar emberek, hát amikor pénzköltésről van szó, akkor elsősorban költsünk a magyar kultúrára. Hát a cigányokról szóló tudományos központra majd akkor költsünk 1700 millió forintot, amikor már a Miskolc Egyetemen nincsen probléma, amikor emberek nem fagynak halálra a saját otthonuk. Úgy gondolom, hogy boldog békeidőkben esetleg lehet 1700 millió forintot még akár a kultúrközpontra is költeni valahol a nagyvilágban, de akkor, amikor Magyarországon ilyen jellegű gazdasági válság van, akkor ezt semmiképp ne tegyük meg, ráadásul ne a miskolciak megkérdezése nélkül. Ha most az Európai Unió nekem azt mondja, hogy önerő nélkül kiveszik az egyik vesémet, akkor se fogom elfogadni ezt a pályázati pénzt, mert pusztán azért, mert valamire az Európai Unió pénzt ad, még nem biztos, hogy ártanunk kell vele. Arról nem is beszél, hogy az Európai Unió nem a jótékony nagybácsi, az nem önmagától adja a pénzt, hanem a Miskolc és a magyar adófizetők pénzét adja vissza. Hát sokkal jobban szeretnénk, hogyha ezt a pénzt mondjuk konzervgyára vagy az élelmiszeripar fellendítésére adná az Európai Unió, és nem olyan projektek megvalósítására, amellyel kifejezetten kártékonyan jár el az Unió. Ezt nem tudományos projektként kell értelmezni, hanem az elmúlt 22 éves felzárkóztatási politikának a folytatásaként kell értelmezni. 22 éve mindig a roma tudományt, a roma kultúrát helyezzük előtérbe, ezen keresztül akarjuk integrálni a roma fiatalokat. 22 éve ez így módon nem működik. Tehát a bentlakás iskolákat tudnánk támogatni, akár tudományos alapon is. A kiscsoportos oktatást tudnánk támogatni, akár tudományos alapon is. De az, hogy a roma kultúra digitalizálására, a roma tánc bemutatására, újabb, sehova nem vezető felzárkóztatásra és továbbképzésre adjunk ki 1700 millió forintot, uram, bocsánat, nem tudjuk támogatni.